Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy ingás jóslás szeptember hónapra. Kíváncsi vagyok, hogy melyik kártyát mutatja az inga, és én kezdeném is. Ha balra fordul ki, annak nincs jelentősége, viszont ha az inga jobbra fordul ki, akkor ott jelent valamit. A következő kártya. Itt mindkettőt mutatta. Ez lenne a következő. Nos, akkor megnézzük, hogy mit jelentenek a kártyák. Itt ez a torony jelentheti azt, hogy vannak belső feszültségek. A dolgok nem mennek előre, úgy érezzük, mintha mi börtönben lennénk bezárva, ez erre utalhat. Azon kívül ez a torony jelent hivatalos dolgokat is. Itt ez a levél lehet egy szerződés, vagy egy dokument. Itt a könyvek, azok képzést mutatnak. Itt a toronnyal együtt egy iskolát. És ez lehet egy szerződés, vagy egy írásbeli vizsga. A gyűrűk szintén szerződésre utalnak. De jelenthet házasságot is, és a torony ilyen esetben egy bírósági ügyet, vagy egy vállást. És itt ez a dokument, az jelentheti, hogy ez a vállás le lesz zárva. De itt még vannak titkok, mert a könyvek utalnak gyakran titkokra is. Előfordulhat, hogy ez a férfi nem mondja ki azt, hogy válni szeretne, de beadja a vállópert. Nem minden esetben így van, de ez előfordulhat, ha így a kártyákat megnézzük. Azon kívül itt van egy szerelmi kapcsolat ezzel a férfival, és ez a virágcsokor jelent egy ajándékot, egy meglepetést. Ez a meglepetés, ez az ajándék lehet egy gyűrű, egy eljegyzés. A halak azok utalnak mély érzelmekre. Itt van egy mély érzelmi kapcsolat, látható a hőség is. Ez szerencsét hoz. A halak mutatnak valamit, ami számunkra értékes. Mint mondtam, ez jelenthet mély lelki érzelmi kapcsolatot, így ha a szívkártya szintén itt látható, de utal értékekre is, vagyoni dolgokra. Itt lesz szerencse a pénz területén, vagy egy olyan hivatás, ami a szépséggel, a kreatív munkával áll összefüggésben, utal ilyen magánvállalkozásra is. Itt lesznek baráti kapcsolatok is ezen a területen.
Most én összefoglalnám, mi várható szeptemberben. Zárkózottnak érezzük magunkat. Minden olyan titokzatos. Nem lehet tudni, hogyan tovább. Viszont ez utalhat képzésre, iskolára, itt lesz egy szerződés, vagy egy vizsga, itt lehetnek még titkok, ő valamit eltitkol, nem minden esetben így van, de ha ő nős, akkor az előfordulhat, hogy ő tervezi a vállást, és ez a torony a vállópert jelzi. És hogyan tovább a párkapcsolatban, mély lelki érzések, egy ajándék, szerencse, de nem csak a szerelem területén van itt szerencse, vagy egy ajándék, egy meglepetés, hanem az anyagiakat illetően is, ha valakinek ilyen kreatív munkája van, viszont jelent szép, kellemes, baráti kapcsolatokat is, ez tényleg úgy szívből jön. És ez volt a szeptemberi ingás jóslásom. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!